Tehát mindenek előtt meg kell mérni a hengeres test átmérőjét, és rajzoljunk ehhez egy négyzetet. Menjünk rá a nyomtatásra. A nyomtatáson belül a nyomtatónk az ugye természetesen maga a gép. A beállítások fülre kattintva előjön a manuál control ablak. Itt alul pedig az engraving fieldet kell kiválasztani. Bepipálni, hogy a rotaring az bizony működik, tehát enable-ből. De beállítjuk az átmérőt, ez az egyszerűség kedvéért most legyen 100. A rotation faktorhoz egyelőre nem nyúlunk, az akkor szükséges, hogyha netán rajzolunk egy vonalat a teljes palást hosszon, és nem ér össze, akkor ezzel a rotation faktorral, vagy átlapulódik, akkor ezzel a rotation faktorral lehet állítani, hogy pontosan ott érjen véget a vonal, ahol mi szeretnénk. Itt már látjuk is, hogy ha beírtuk ide a 100 mm-t, ha ide mondjuk mást írok, beteszem azt mondjuk 50-et, és itt rányomok a Max Size gombra, akkor meg is változik itt az átmérő, vagy pontosabban az asztal méretét változtatja meg. Annak függvényében ugye a szélességet meghagyja, viszont a magasságot a palásthoz fogja beállítani. Ha ezt átírom 100-ra, és ismét rányomok, hogy Max Size, akkor ennek itt meg kéne változnia. Igen, meg is változik, hogyha kivettem a pipát és visszaraktam. Tehát ez a 100 mm átmérőjű hengeres testnek tulajdonképpen a kerületi hossza, ugye a palást. Rányomok, hogy Max Size. De egy valamilyen nem az, ami bejött, nem baj. A lényeg az, hogy ezt apply-olni kell, és utána rányomni az OK gombra. Majd itt szintén egy alkalmazt, és végül is el is küldhetjük nyomtatásra, de nincs sok értelme. Rányomok, hogy mégse. Ekkor kiválasztom az oldalrendezést, oldalbeállítás, majd a nyomtató alapján kérem be az új asztalméretet, ami, hogyha fekvőre állítom, akkor amit ott az előbb láttunk, 914,4, tehát a maximális szélességet megtartja, viszont a magasság megváltozott a 100 mm-es hengeres testnek a palástjára, ugye ez a pi érték, tehát d-szer pi, az 314,2, ezt leokézom, akkor itt látszik is, hogy az asztal, az asztalméret az ahhoz megfelelően lett átalakítva, mekkora a hengeres test. Most áthúzom ide az ábrát. Itt tulajdonképpen, amit még érdemes, hogy a gépen leolvassuk, hogy milyen magasságban van, vagy hogy hol helyezkedik el a hengeres test, és ez alapján leolvassuk itt a vonalzóról, hogy mondjuk teszem azt, ide van befogatva a hengeres testünk, amit mindjárt hozok. Mondjuk erre szeretnénk gravírozni, akkor ezt ide betesszük. Mondjuk ez az a felület, amit szeretnénk gravírozni, akkor itt megnézzük, hogy a kezdete az körülbelül olyan 610 mm-nél van, a vége pedig, hogyha leolvassuk a vonalzóról, mondjuk olyan 530 mm-nél. Ekkor itt a oldalt megfogjuk a vonalzót, behúzzuk 610 mm-re, és 530-ra. Így már tudjuk, hogy körülbelül ez az a terület, ahova az ábránknak el kéne férnie. Oké. Most beállítjuk, hogy ugye hajszál legyen, mert most jelenleg nem az. És kinyomtatjuk, vagy rányomtatjuk a gépre. A beállításoknál átnézzük, hogy minden rendben van-e. Ugye be van pipálva a rotary. Apply, OK. Nyomtatás.
és itt a control panelen belül látható, hogy az asztalméretünk megváltozott, ugye annak megfelelően, amit beállítottunk eddig. A fókuszálás az csak is ezen a középvonalon lehetséges, ugyanis hát ugye a hengeres testnek ez a felső pontja, ahova rá fókuszálhatunk, és tulajdonképpen innentől már csak a nyomtatásra kell rányomni.